Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, és már itt van velünk a vonal túlsó végén mai vendégünk, Kiszeli Zoltán, politológus, a Századvég politikai elemzési igazgatója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok! Németországról fogunk beszélgetni, és több aspektus is van. Egyrészt ugye ott vannak a tüntetések, sztrájkok, amelyek mindenhonnan, mindenhova terjednek lassan. Most tegnap óta hatnapos sztrájkot hirdettek a mozdonyvezetők. Másrészt meg ott van a politika, amely egyre inkább azt kommunikálja, minthogyha biztonságpolitikai szempontból fordulat állna be, és Németországnak készülnie kellene. Ugye Boris Pistorius, német védelmi miniszter is beszélt többek között a sorkatonaság lehetséges visszaállításáról, de sok más aspektus is van. Ezt a kettőt kellene valahogy párhuzamba állítani, mert egy kicsit az az érzésem van, hogy miközben a német társadalom forrong meg elégedetlen, közben próbálják elterelni ilyen jellegű nyilatkozatokkal a tényleges dolgokról a figyelmet. A helyzet rosszabb, ugye mindig a gazdaságból kell kiindulni, hiszen a reálgazdaság termelése az, teljesítménye az, amire egy állam építhet, és azt látjuk, hogy a német gazdaság teljesítménye csökken, recesszióban van, és hát a háborús szankciós politika miatt Németország jelentősen veszített gazdasági erejéből. Ezt egyébként a prognózisok is mutatják. A Világbank prognózisa szerint a német gazdaság 2030-ra már csak az ötödik legnagyobb lesz a világban, a top 10 között hátrébb csúszik, és Oroszország mögött lesz az ötödik, és Németország lesz az egyetlen nyugat-európai gazdaság, amely a top 10-ben benne lesz, hát Franciaország, Anglia, Olaszország a fasorban sem lesz. Tehát azt látjuk, hogyha ezek a tendenciák folytatódnak, és a szankciók miatt, főként az északi áramlat 2 felrobbantása miatt a német gazdaság nem tud visszatérni ahhoz a modelljéhez, hogy olcsó, vezetékes orosz energiával, nagy profittal tud minőségi prémium termékeket termelni, és azokat drágán eladni, akkor bizony szűkös esztendő következnek. Tehát ez az alaphelyzet. Ezt a romlást érzik a németek a bőrükön, és ebből következtek a sztrájkok. Úgy a gazdáknál, a megszorítások miatt, nem csak anyagi megszorításokra kell gondolni, hanem Hollandiához hasonlóan, ugye van egy nagy átállítás, hogy a világ termőföldjének a felén az állatok takarmányozására állítanak elő, hogy termelnek növényeket. Ugye ezt akarják a globalisták megváltoztatni, hogy az állatok helyett embereknek termeljenek itt is élelmiszert, és hát ezért szigorítják például az állatvédelmi előírásokat. A gazdákat egyébként átverték, ezt a kitérőt meg lehet tenni, ugye valamelyest engedtek a megszorításból, ám egy állatjóléti adóból finanszíroznák a gazdáknak tett engedményeket, és a tömegtermelésben, vagy tömeges állattartásban előállított állati fehérje, tehát ez a tej, a hús, a tojás, ez drágulni fog, tehát kevesebb fog fogyni ezekből, tömeges állattartásban előállított állati fehérjékből. Ez azt jelenti, hogy az éttermekben és a boltokban kevesebb hús, tojás és tejtermék fog fogyni. Tehát a gazdák ugyanúgy rosszabbul járnak, csak legfeljebb, amit egyik ágon adtak nekik, azt a másikon elveszik. A vendéglősök is ezért tüntetnek. Tehát azt látjuk, van egy rossz helyzet. Erre a német politika nem tud és nem is akar válaszolni, hogy ezért vannak a sztrájkok, a vasutasok sztrájkja, akik már nem 500, hanem 555 euró azonnali havi fizetésemelést követelnek, mert tavaly óta még 10%-os inflációt éreznek a saját bőrükön. Tehát rossz a helyzet, nem csak Németországból, mi ezt látjuk, Angliában, Amerikában az emberek rosszabbul érzik magukat, rosszabbul élnek, mint 5 éve, 10 éve, és ami a legrosszabb, nem látják az esélyt a változtatásra. Na hát erre jönnek rá a további konfliktusok, például a háborúra való felkészítés, amit Boris Pistorius is mond, a német védelmi miniszter szerint Németországnak 5 éven belül késznek kell lenni a háborúra. Ez nem elterelés, ez sajnos program. De ez a program, ez miről szól? Arról, hogy itt tényleg háború lesz, vagy a védelmi képességek egyébként jogos megerősítésére, hiszen arról mi is beszélgetünk, hogy korábban hogyan építette le Németország a saját haderejét. Hát ugye itt nagyon fontos emlékeztetni arra, hogy Angela Merkel ugye jó házvezetőnő stílusában ugye egyben tartotta az Európai Uniót. Ugye ez nagyon fontos ez a mondata, hogy ha megbukik az euró, a közös valuta, akkor megbukik az Európai Unió. És hát a kritikus németek rámutatnak arra, hogy a német GDP az elmúlt mondjuk bő 20 évben meg háromszorozódott, és a német reálbérek viszont csak megduplázódtak. Tehát itt nagyon sok pénzt vontak ki német
Németországból, főként az adófizetőktől, a teherviselő rétegektől, pontosan azért, hogy az euró adósságzónát egyben tarthassák. Tehát a németek 1000 milliárd eurót tesznek bele az eurózónába, amit most már ugye az uniós hitelekkel akarnak kiváltani, ilyen volt ugye az első nagy hitelként a Covid utáni újjáépítési alap, amivel a déli országokat, főként Olaszországot finanszírozzák. Tehát a németek fizetik meg ennek az árát, ebből nyilván a német gazdaság profitál, csak már nem a német átlagember profitál, tehát ez még 30 éve úgy volt, hogy a németektől beszedték az adót, Németországban legyártották a teherautókat, az erőművi berendezéseket, az élelmiszert, és a Németországban gyártott termékeket adták oda a fejlődő országok. Koknak. És ugye most ez úgy néz ki, hogy a németektől beszedik az adót, a legolcsóbb helyen a világon, akár Kínában, vagy Kelet-Közép-Európában legyártják a német cégek a termékeket, és a profit az már nem a német munkahelyekbe megy vissza, hanem a részvényesekhez, akik már az amerikai befektetési alapok, a BlackRock, a Vanguard és a többiek, illetve az arab olajsejkek, a norvég nyugdíjalap és más befektetők, tehát a pénz már nem megy vissza feltétlenül Németországba, ez is jelzik. És hát igen, emiatt spóroltak a hadseregen, emiatt gatyásodott le a német infrastruktúra, emiatt nem tart sehol a digitalizáció Németországban, faxon lehet üzenni a német hivataloknak, tehát itt tartanak még. És igen, ez a pénz hiányzott akkor, és hát most ugye nincs annyi pénz, hogy a korábbi jóléti színvonalat fenntartsák, és ezeket az elmaradt beruházásokat pótolják, tehát ebből erednek a konfliktusok, ebből vannak a megszorítások, és hát a német teherviselő réteg, ez a középosztálynak a nem állami szektorban foglalkoztatott része, illetve a piacról élő kis és közepes vállalkozások azt látják, hogyha meghosszabbítják a vonalat, akkor az csak lefelé fog menni, tehát rosszabb lesz. A demokratikus úton nincsen esély a változtatásra, van az AfD támogatottsága 20-22%-nál, ugye most arról beszélnek, hogy betiltják a pártot, mert nem tudnak vele mit kezdeni, és azt nem engedheti meg a német elit, hogy a szeptemberi kelet-német tartományi választásokon 3 kelet-német tartományban az AfD kormányra kerüljön. A jelek a globalista elit számára aggasztóak, ugyanis január elején volt egy regionális választás egy türingiai járásban, járási vezetőt választottak, és 46%-ot kapott az AfD, tehát jelöltje, tehát egy lépésre van az abszolút többségtől, és akkor nem tudják a szivárvány koalíciós modellel elszigetelni az AfD-t, ha abszolút többséget kap, és akkor bizony 3 tartományi kormányban is ott lesznek, akár miniszterelnököt is adhatnak, és ezzel az az alternatíva, ami a 80-as, 90-es évek jóléti, prosperáló, mai szemmel legalábbis prosperáló német gazdaságához térne vissza, na az szövetségi szinten is megjelenne. És hát ezt a német elit nem engedheti. Az AfD férfi társelnök egy olyan újévi köszöntőt mondott, ami szembe megy a berlini jelzőlámpa politika, kormány politikájával. Egyébként a józanész talajánál az rengeteg javaslat, amit az AfD mond, például, hogy térjenek vissza az orosz vezetékes energiára, állítsák helyre az északi áramlat 4 csövéből a 3-at, amit valakik felrobbantanak, vezessék vissza az atomenergiát, szüntessék meg a szankciókat, a kölcsönös előnyök és tisztelet alapján kereskedjenek továbbra is Kínával, amiből a német gazdaságnak évente 200 milliárd euró bevétele van. Tehát azt látjuk, hogy mindent, ami a németeket gazdaggá tette, és ami az életüket elviselhetővé tette, az AfD igazából ezekhez akar visszatérni, ezért szélsőségesnek, nácinak, homofóbnak, xenofóbnak, kirekesztőnek bélyegzik őket, be akarják tiltani, mert nem akar a német elit visszatérni ahhoz a modellhez, ami korábban Németország jellemző volt. A németek pedig hát lázadoznak ezzel, mert rájöttek, hogy átverték őket, akár kire szavaznak, ugyanazt kapják, de hát késő, mert a globalista elitek, pontosabban a német elit nagy része eldöntötte, úgy, ahogy egyébként az 1920-as években, hogy Amerikához köti a szekerének a rúdját. A német elit kisebb része az, amely, ahogy a 20-as években, úgy most is, nem az amerikaiakra tenné a zsetonjait, hanem Európára és Oroszországra, de hát nagy válság kellett ugye a 20-as években ahhoz, hogy az amerikapárti német elitet, a német elit, tehát a Németországban gondolkodó német autárk, német gazdaságban gondolkodó elit leszavazza, vagy legyűrje. Hát most úgy néz ki, hogy az Amerika párti elit része, német, az Amerika barát elit a német eliten belül sokkal erősebb, és hát olyan struktúrák vannak, például 60 ezer amerikai katona Németországban, rengeteg támaszpont, illetve az amerikai tőkének az a jelenléte Németországban, ami az 1920-as évekhez képest sokkal erősebb, hogy ez ne történhessen meg, hogy ne tudjanak Amerikáról leválni,
és a Németország elitje Németország Amerikával tart a nagy globális konfliktusokban, a következő hidegháborúban, akkor bizony egész Európai Uniónak is Amerikával kell tartania, és hát ezt nem veszélyeztetheti az AfD-nek a tartományi szinten való kormányra kerülése, az AfD női társelnöke által felvetett Dexit népszavazás, vagy akár azoknak az alternatíváknak a felvetése az energetikában, a migrációban, az euró pénzpolitikában, vagy a külpolitikában, amelyeket az AfD képvisel, és a német társadalomnak is azért egy jelentős része támogatna. Van visszaút egyébként az amerikai befolyásból, illetve mindabból, amit most elmondott, itt az elitváltásra gondolok, mert hogy azért az látszik, hogy a társadalomnak, hát ha csak az AfD támogatottságát megnézzük, akkor is mondjuk 20-valahány százaléka, mintha kritikus lenne az elittel kapcsolatban. És az csak az AfD. Igen, ez a jóléti teljesítménnyel kritikusak, tehát a németek ahhoz szoktak, ez egy társadalmi szerződés volt a II. Világháború után, hogy a németek megbíztak a német elitben, akár még ha a német elit kritikus döntéseket hozott, mert az elit mindig is szembe ment a németek, a német átlag embernek az akaratával. Tehát ezt mindig kevesebben mondják el, de mindig szóba kerül, hogy Adenauer a németek akarata ellenére vezette vissza a hadsereget 1955-ben, sorkötelezettséget. Nem akartak a vesztes két háború után újból háborút, 55-ben mégis bevezették a Bundeswehrt, fölállították a Bundeswehrt, beléptek a NATO-ba. Ugye Helmut Schmidt kancellár a németek ellenkezésével szemben hozta rövid és közép hatótávolságú amerikai rakétákat Németországba, és hát ugye ezek Németországot pusztították volna el első körben. Mondhatnánk Helmut Schmidtet, Helmut Kohlt, aki a németek akarata ellenére adta fel a német márkát, a német újra egyesítés érdekében, ugye Mitterrand elnöknek tett ígéretét beváltva, és hát Angela Merkel is ugye az euró megmentésénél, vagy a migránsok beengedésénél a németek többségével szembe ment, akárhogy is látjuk a plüsmacival sorakozó németeket a médiában, a németek többsége azért szkeptikus volt. Tehát azt látjuk, hogy ez nem egy új dolog. A hatalmi viszonyok, nem mondom, 1920-as évekre kell figyelni, ugyanazok a folyamatok ismétlődnek az előbb említett változásokkal, tehát ahogy a 20-as években ugyanezt történt, hogy a német gazdaságot az amerikai tőke működtette. A német újraegyesítésnek az egyik politikai ára az volt, hogy a német koncerneket fel kellett darabolni. A postát, a vasutat, a Siemens-t, a nagy cégeket, azért, hogy az amerikai tőke részt vásárolhasson ebben. Tehát most már például a BlackRock szinte az összes német legnagyobb cégben részvényes, ha nem is főrészvényes, de azért ott van. Nem csak, ugye van nagyjából 10 ilyen amerikai befektetési alap, a BlackRock a legnagyobb, de nagyjából még 10 van, például a Rheinmetall is például, tehát amely most rengeteg megrendelést fog kapni, nem csak Amerikából, a Bradley utódjának az egyik esélyes gyártója, de mondjuk F-35-ös alkatrészeket gyárthat, vagy ugye a hármas párducot is akarja gyártani Magyarországon, Ukrajnán, tehát egy nagy megrendelések előtt álló cég, és hát ebből az amerikai tőke is fog profitálni, hogyha az unió hitelt vesz fel a fegyvergyártásra, akkor a németországi vagy más európai cégeken keresztül az amerikai tőke is profitált. Addig ez nem baj, ameddig ez kölcsönösen előnyös, csak hát mint láttuk, a pénz nagy része az kifolyik Európából. Tehát visszatérve a kérdésére, a német elit nagy része azért is inkább Amerika párti, mert az amerikaiak páholták el kétszer a németeket a világháborúban. Tehát az oroszokat tisztelik, de nem félnek tőlük. Az amerikaiakat tisztelik és félnek tőlük. A vörös katonák amerikai bakancsokban amerikai marhahús konzervet ettek, és amerikai teherautókon szállították őket, vagy a T-34-es tankok nagy részét is amerikai motor hajtotta, illetve Amerikából küldték a kerozint például, amiért Stalin arannyal és platinummal fizetett, ami az amerikaiaknak egy óriási üzlet volt, a szovjeteket meg víz fölött tartotta, és ugye a németek erejét megosztotta. Tehát a német elit most Amerikára figyel, nyilván látni kell, csak egy példát hadd mondjak, a BASF 10 milliárd eurót fektet be most Kínába, egy új gyárat épít, amivel az ázsiai piacot látja el, egyébként ott is ilyen orosz gázból, ugye vegyi termékekkel, viszont a Bayer 8
80 milliárd euróért vette meg a Monsantót Amerikában. Tehát itt látszik a befektetések nagyságán, hogy az orosz piac vagy a kínai piac nyilván fontos a németek számára, de az amerikai piac megkerülhetetlen, és az utolsó, az amerikai pénzügyi hegemónia, amivel a 21. századot meg akarják nyerni az amerikaiak, ezért van szükségük Németországra, és Németországon keresztül az unió gazdasági politikai uralására, felügyeletére, ugyanis a legnagyobb német cégeknek kicsi a frankfurti tőzsde, és hát ahogy a Lindegáz, amely a hidrogén technológiára való átállás egyik pionírja Európában, átment a New York-i tőzsdére, mert egyszerűen az a frankfurti tőzsde is kicsi volt neki, ezért a legnagyobb német cégek a New York-i tőzsdén vannak, onnantól kezdve az amerikai tőzsdefelügyelet, az FBI felügyelete alatt állnak, a SWIFT rendszer is látjuk, hogy amerikai, tehát ez a fajta pénzügyi kitettség is Amerika mellé szorítja a német elitet. Most még a német elit kisebb része az, amelyik oroszokkal, kínaiakkal nem akar lemondani a kereskedelemről, és hát ennek az előnyét élvezzük most itt Magyarországon, ugyanis azok a német cégek, amelyek itt Magyarországon, főként az autógyártásban, vagy más ilyen, főként ilyen hagyományos ipari technológiában még együtt akarnak működni Kínában, Magyarországon egy olyan telephelyre találnak, ahol ezt az együttműködést még fent tudják tartani. És akkor még egy kérdés az AfD-hez, hogy ugye itt folyamatosan napirenden van a pártnak a betiltása, de annyira nehéz elképzelni, hogy a 21. században egy látszólag demokráciában tényleg betilthatnak egy pártot akár a szélső jobboldaliságra, stb. Hivatkozva, de Németországban ugye itt a második világháborús lelkiismeretfordulás stb. Miatt akár még ez is benne van. Mennyire látja tényleg esélyt annak, hogy A. betilthatják az AfD-t, B. hogy ezt a társadalom tényleg elfogadja, és mondjuk polgárháborús helyzet nélkül tolerálja? Hát valaki elképzelte volna mondjuk egy vagy két éve, hogy a világ vezető demokratikus hatalmában, az USA-ban egy esélyes elnökjelöltet vád alá helyeznek? El akarják tiltani az indulástól? Senki sem hitte volna, hogy Donald Trumpot mondjuk el akarják tiltani az indulástól, és most Georgiában például azért is helyeztek 16 embert vád alá Trump mellett, mert azt remélik, hogy a 16 ember közül legalább egy vagy kettő vádalkút fog kötni a vádhatósággal, és például nem, tehát akkor nem kell azt bizonyítani Trumpnál, hogy mondjuk elkövette azokat a tetteket, amivel vádolják, mondjuk ő volt a felbújtója a Kapitólium ostromának, hanem ilyenkor az az eljárás, a jogi trükk, hogy akkor azt mondják, hogy hát befolyásolta a tanúkat, eltüntetett bizonyítékokat, hátráltatta a nyomozást, és akkor nem az eredeti vád lesz érvényes, hanem egy másik, és ugye az mindegy, mert a kimenet szempontjából ugyanúgy elmarasztalják, esetleg mellékbüntetésként eltiltják a közügyek gyakorlásától. Tehát akit nem tudnak lenyelni vagy kiköpni, azzal valamit kezdeni kell. Hát láttuk, hogy Kennedy elnököt lelőtték, nem tudtak vele mit kezdeni, át akart alakítani az amerikai pénzügyi rendszert, a híres ezeres számú elnöki rendeletét, amikor aláírta, nem tudta, hogy a halálos ítéletét is aláírja, ugye nem tudtak vele mit kezdeni, rendkívül népszerű elnök volt, hát jött egy magányos merénylő, akit egészen véletlenül ugye utána rögtön le is lőttek, hogy ne tudja elmondani, hogy mi történt. Tehát ilyen szempontból ez az egyik opció, nyilván ugye a 21. században ez már kevéssé elképzelhető, ezért vannak ezek a jogi eljárások. Az AfD-nél azt látjuk, hogy most például a remigráció kapcsán építik föl a betiltásukat. Mint mondtam, szeptemberben lesz 3 német tartomány, kelet-német tartományban választás, addigra valahogy dűlőre akarják vinni ezt a dolgot. Az látszik, hogy nem tudják politikai eszközökkel elszigetelni az AfD-t, mert a német alsó középosztály után a középosztály egy része is rájött arra, hogy nincs mit veszítenie. Tehát akiket az utcákon látunk, a szakszervezeti tagokat, vagy az állami szektorban dolgozókat, akik az államtól függenek, ők veszíthetnek valamit, de mondjuk aki a szabad piacról él, vagy alsó középosztálybeli, az már rég rájött arra, hogy a hagyományos pártoktól nem számíthat semmi jóra, ezért is szavaznak az AfD-re. Tehát ezeknek a mainstream pártoknak kell valamit tenni. A politikájukon nem tudnak és nem is akarnak változtatni. Ez lenne egy demokráciában ugye a lényeg, hogy a protestpártok jeleznek egy problémát, ez lehet a migrációnak az elviselhetetlen mértéke, ez lehet a szankciós vagy háborús inflációnak az elviselhetetlen mértéke, ugye Nyugat-Európában a nagyvárosi lakásinség, tehát egy csomó probléma van, és ha a protestpártok ezt jelzik, akkor a hagyományos pártok veszik a lapot,
értik az idők szavát, és akkor változtatnak. Ugye ez Németországban nem következett be, Merkel alatt sem, és most azóta pláne nem. Annalena Baerbock egyenesen meg is mondta, hogy addig támogatja Ukrajnát, amíg szükséges, akármit is mondanak a német szavazói. Hát ilyen szempontból a németek nem számíthatnak jóra, az AfD-re próbálnak szavazni, hogy hát ha változik valami, nem változik, miután ugye a szivárványkoalíciók vagy más eszközökkel ezt ellehetetlenítik, és hát igen, az elit ugye nem akar vagy nem tud változtatni, nem akarnak Amerikáról leszakadni, nem akarnak szembe menni a globalista politikával, inkább valamelyest részt akarnak ebben venni, és hát innentől jön az, hogy a betiltás tűnik ebben a logikában kézenfekvőnek. A remigráció azért jó téma, mert a Soros György által is támogatott korrektív, ami a német Facebook cenzúráját gyakorolja, ők ezt tartalomellenőrzésnek és moderálásnak hívják. Na ez a cég oknyomozó, lesipucskás módszerrel leleplezett egy ilyen találkozót, ahol borgőzös AfD-s politikusok és szakértők a remigrációról konfabuláltak, és ugye miután itt azon rugóznak, hogy itt elméletileg német állampolgárságot szerzett, nem németek deportálásáról is szó volt, és hát ez ugye olyan cselekmény, ami a nyugat-német jogállami rendszerrel szembe menne, ezt próbálják meg most utcai tüntetésekkel felépíteni, addig sem kell a gázkazánok betiltásáról, vagy a dízelautók kiszorításáról beszélni, vagy a szankciós inflációról, az élelmiszerárak és a lakbérek magas szintjéről beszélni, hanem ugye rögtön az AfD betiltása közelebb kerül. Igen, tehát ez az egyik része a történetnek, ugye ezt csak az Alkotmánybíróság teheti meg, ez egy elméletileg egy nagyon hosszú eljárás, tehát egy több éves eljárás, eddig kettő ilyen volt, az 50-es években egy náci pártot tiltottak be 52-ben, és a kommunista pártot 56-ban, ugye ami adja magát, és ezt látjuk a 20-as, 30-as években is, hogy hiába tiltották be az NSDAP-t, az eredeti náci pártot 23 és 25 között, azaz más néven működött, az SZ-t, a rohamosztagokat is betiltották, egyenruhaviselést is betiltották, de hát akkor ugyanúgy megmaradtak, csak hát sportegyesületként működtek tovább, tehát egy tiltás önmagában nem sokat változtatna, és hát látjuk, hogy például Németországban Hans-Georg Maaßen, az alkotmányvédelem korábbi vezetője is pártot szeretne alapítani, egy jobboldali, mérsékelt jobboldali konzervatív pártot, amely esetleg egy betiltás esetén nagyon sok hasonló programpontot meg tud valósítani. Vagy hát ott van a másik oldalon, a populista baloldalon Sarah Wagenknecht, a kommunista utódpárt egyik politikusa, aki most saját nevén egy új baloldali populista pártot alapított, amely az AfD követeléseinek egy jelentős részét, hát például a migráció korlátozását, vagy a szankciók eltörlését is felvállalja. Tehát önmagában a tiltás nem sokat javítana a helyzeten, és az sem változna, hogy a német politikai elit, illetve a gazdasági elit nagy része nem akar és nem is tud változtatni a jelenlegi politikán. Akkor beszéljünk ezekről az új pártokról. Ugye az Sarah Wagenknecht a Linkéből érkezik, Maaßen pedig a CDU-ból. És ilyenkor felmerül a kérdés, hogy tovább aprózódik a német politika, meg a német pártpolitika, és az tulajdonképpen egy még kaotikusabb helyzetet hoz létre, vagy akár a Werte Union, akár az új párt, az Sarah Wagenknechtnek a értelem és igazságosság pártja, tényleg át tud tömegével vinni csalódott szavazókat, és akár új meghatározó erők is lehetnek ezek a pártok. Igen, ugye az alaphelyzet az, és ez Angela Merkel távozásával sem változott, hogy a német pártspektrum balra tolódott. Ugye a 68-asoknak a hosszú menetelése az intézményrendszeren keresztül sikeres volt, és akik 68-ban kövekkel dobálták a rendőröket, azok most már ugye joviális, pocakos, komoly nyugdíjat élvező politikusok, vagy volt rektorok, egyetemi tanszékvezetők, politikusok. Joschka Fischerre, ha gondolunk, a korábbi német külügyminiszterre, aki most egy francia építőipari cég felügyelőbizottságából osztja az észt. De például azt mondja, hogy Benditre, aki mindig nagyon mérgesen kiabál.
Hát na, ők már jól fizetett nyugdíjasok, akik a politikusi évek alatt felhalmozott idejük nyugdíját élvezik. Mondjuk Joschka Fischer most amellett érvel egyébként, hogy Németországnak atomfegyvert kéne építenie, pont azért, hogy egy esetleges orosz támadást elrettentsen. És hát most azon vitatkoznak német külpolitikai szakértői körökben, hogy most ez a német atomfegyver, ez most uniós atomfegyver legyen, mert a franciák nem adják a sajátjukat az unió ellenőrzése alá, akkor úgymond Németországnak kéne uniós atomfegyvert építeni, ami a közös kül- és biztonságpolitikában jelenne meg, és hogy ezt most többségi szavazással lehessen-e majd használni, vagy az ENSZ-ben, akkor ez mennyivel növeli az uniónak, vagy Németországnak a súlyát. Tehát csak ez is egy ilyen vita most Németország. Az eredeti kérdésre visszatérve. Tehát ezek a pártok azért tudnak megjelenni, mert Angela Merkel balra tolta a CDU-t, a CSU is balra ment, emlékszünk, hogy Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök szivárványos maszkban várta a magyar futballválogatottat, a szivárvány színűre kivilágított müncheni a foci stadionban, tehát már a CSU is balra tolódott. Tehát, és ezt az űrt, ami a jobb oldalon támadt, ezt próbálják betölteni. Az AfD ugye egy klasszikus párt, amely be tudja ezt az űrt tölteni, és hát felkészülve az esetleges betiltásra, látják egyre többen a fantáziát, itt értjük meg a CDU-ból indult, de az AfD-hez közel került Werte Uniont, ez a CDU-nak a jobb szárnya. Ők már egyébként korábban, az ő korábbi vezetőjük Max Otte, egy olyan közgazdász, aki nagyon kritikus az euróval szemben, a közös valutával szemben, és ő például az AfD-nek volt a szövetségi elnök jelöltje, tehát itt már vannak ilyen kapcsolatok úgymond jobbra, de most próbálkoznak, hogy a helyzet adja magát. Tehát most lesz európai parlamenti választás, és Németországban egy technikai küszöb van, ez 0,96%, tehát egy, mondjuk egy olyan ismert politikussal, mint Sarah Wagenknecht, vagy Hans-Georg Maaßen át lehet ugrani ezt a küszöböt, tehát ezt remélik legalábbis ezek az új formációk, és hát a szeptemberi, hogyha sikerül most 1-2-3%-ot elérniük, 1-2-3 embert Brüsszelbe küldeniük a 96 fős német kvótából, akkor szeptemberben is eredményesebben indulnak, ugye úgy a kommunista utódpártból érkezett Wagenknecht, mind a Türingiában, Kelet-Németországban jó kapcsolatokkal rendelkező Maaßen, bár nem választották meg, amikor ott indult egyéni ki CDU képviselőjelöltként, de azért az ismertsége megvan. Azt remélhetik, hogy ezeken a tartományi választásokon a pártjuk minimum a tartományi parlament, és szerencsés esetben a tartományi kormány része lesz, és ez már áttételesen befolyást biztosít a szövetségi politikában, hiszen a német felsőház, a regionális alapú szövetségi tanács pont ezekből a tartományi kormányokból áll össze, és ha egy politikus mondjuk a pártján keresztül kormányzati pozícióhoz jut egy tartományban, akkor mondjuk a Hans-Georg Maaßen mondjuk a pártja bejut a türingiai parlamentbe, és az AfD kormány tud alakítani, pont így lesz meg az 50%, akkor például Maaßen lehet tartományi belügyminiszter, és a szövetségi belügyminiszter mellett a 16 tartományi belügyminiszter rendszeresen találkozik, rendszeresen ugye egyeztetnek a törvényjavaslatokról, és akkor Maaßen el tudja mondani a belügyminiszterek konferenciáján, mint Türingia belügyminisztere, hogy a migrációban mit kéne csinálni. És hát ugye rögtön a németek se hülyék, rögtön látják, hogy míg a 15 többi belügyminiszter mondjuk beengedni a migránsokat, vagy könnyítene az állampolgár megszerzésén, addig Maaßen mondjuk egy szigorú politikát javasolna, nyilván ezt a médiában is el tudnám mondani, és onnantól kezdve ugye országosan is ismertebbé válna a pártja. Na ezt nem akarják megvárni a német elitek, legalábbis a globalista részük, ezért próbálják kiszorítani ezeket a pártokat. Láttuk egyébként, hogy a tavaly májusi brémai tartományi választáson az AfD-t azért nem engedték indulni, formai okokra hivatkozva, mert nem jól volt lepecsételve meg aláírva a listájuk, amivel jelentkezik a választásra, és ilyen formai okokra hivatkozva zárták ki az AfD-t a tartományi választásból, ott már Brémában is nagyjából ilyen 8-10%-on áll az AfD. Tehát látjuk ezeket a trükköket, mondom, Amerikában sem hitte volna senki, hogy Donald Trumpot ilyen eszközökkel próbálják el lehetetleníteni, és hát Németországban is van egy ilyen politikus, az AfD türingiai elnöke, Björn Höcke, akit ugyanígy meg akarnak fosztani az állampolgári jogaitól, hogy ne indulhasson a szeptemberi türingiai választáson jelöltként.
Visszatérnék egy kicsit itt a pénzügyi kérdésekre. Christian Lindner, német pénzügyminiszter tegnap, azaz kedden beszélt arról, hogy Németország hosszú távon nem képes egyedül fenntartani Ukrajna védelmi képességeit. Másoknak is növelniük kell kétoldalú alapon nyújtott hozzájárulásaikat. Nem először beszél egyébként erről. A háború kitörése óta 6 milliárd euró értékben szállítottak hadifelszerelést Ukrajnának, ez 2300 milliárd forint. És akkor ugye itt jön az a kérdés, hogy vajon a jövőben változik-e Ukrajna támogatása, vagy változik a német stratégia nemzetközi szintéren, vagy, és akkor itt visszatérek az ön által mondottakhoz, hogy annyira az USA diktálja a tempót, hogy valójában Németország tényleg egyfajta ilyen gyarmat vagy fogoly ebben az egész nemzetközi szintérben. Nem, tehát egy nagy átrendeződés zajlik, az amerikai elitek meg akarják nyerni a 21. századot, ebben szerintem nyerésre állnak, ebben vitatkozom nagyon sok magyar jobboldali konzervatív polgári kollégámmal, akik az USA hanyatlását nagyobbnak látják, vagy azokat a folyamatokat, amelyek a 21. századot valóban meghatározzák az ukrajnai háborón túl, talán kevéssé figyelik, vagy az összefüggéseket máshol látják. Tehát az amerikaiaknak valóban szüksége van Európára, az európai integrációra, és ehhez Németországon keresztül vezet az út, és amíg a német elit nagyobb része ezt követi, addig Európában és Németországban az történik, amit Amerikában eldöntenek, és hát sajnos az amerikai demokraták döntenek, vagy az a nagyjából 150 család, Sorosékat, Clintonékat és a többieket beleértve, akik Amerikában a döntéseket hozzák, és igen, az európai elit most arra készül fel, hogyha Trumpot megválasztják, akkor úgy, ahogy 17 és 21 között, úgy a 25 és 29 között is az Európai Uniónak kell átvenni azokat a feladatokat, amiket az USA Trump esetleges elnöksége alatt nem tud, vagy nem akar. Ilyen Ukrajna finanszírozása is, ezért akarják most február 1-én 4 évre elfogadtatni az uniós vezetőkkel Ukrajna finanszírozását. Hát ők azt mondják, hogy ez a kiszámíthatóságot, a tervezhetőséget szolgálja, ez igaz, de egyben Trump elnökségét is nagyban lefedné. Tehát ez az egyik szempont, hogy Európának erre fel kell készülni, és hát ez ugye 25-től 29-ig, ez 4 év. És a németek ezt valóban nem tudják egyedül finanszírozni, meg hát azt kell a német gazdáknak felmutatni, hogy nem csak a németek fizetik az ukránokat, hanem úgymond mindenki. Tehát ez is benne van, ez a szétkenése a problémának. Ugye hát itt is vannak globalista javaslatok. Vannak háborúpárti miniszterelnökök, az ész miniszterelnök asszony ilyen, hát kicsit hiperaktív két okból, egyrészt el kell kasíroznia, el kell fednie, hogy a férje vígan üzletelt 10 millió eurós értékben orosz oligarchákkal, tehát úgymond erről is el kell terelni a figyelmet, hogy a családban azért az orosz gazdasági szál is erősen megjelenik, a másik, hogy NATO főtitkár akar lenni, élcelődött is nemrég, amikor azt mondta, hogy hát azt mondták, olyan országnak a vezetőjét kéne NATO főtitkárát tenni, amely két 2%-nál többet fizet védelemre, az észtek 3%-ot, és nő, ezért lesz Mark Rutte. Tehát ugye ez volt a poén. Hát valószínűbb egyébként, hogy Ursula von der Leyen lesz a következő. Ha nem lesz az Európai Bizottság elnöke. Hát oda inkább Mário Draghi. Ön a második, aki ezt mondja. Nem, hát egyébként nagyon logikus, tehát hogyha Mário Draghi júliustól átveszi az Európai Tanács állandó elnökének pozícióját Charles Micheltől, akkor novemberben a 76 éves Super Mario, ahogy hívták, át tudja venni a bizottság elnöki pozícióját. Emmanuel Macron javasolta őt, és egyébként ugye onnan értik ezt meg, hogy az euró adósság zóna, tehát egyre hangosabban ketyeg az euró. Ugye ez kicsit összefügg a kérdésével is, hogy Ukrajnát kifinanszírozza. És hát Mário Draghinak nagyon sok híres mondata van. Én azt szoktam tőle idézni, amikor megkérdezték, hogy Olaszország adóssága miért ilyen, azt mondja, ez nem adósság, ezek csak számok. Tehát igazából azért adná magát Draghi, mert egyrészt globalista, már volt központi bankelnök, európai központi bankelnök, volt miniszterelnök, a globalisták ismerik, és ő abszolút feltétlen módon támogatja azt a globalista programot, amit egyébként a német elitek is és az amerikai demokraták. Tehát abszolút jó lenne, ugye von der Leyen meg, hogy az amerikaiak nőt szeretnének a NATO élére, Mark Rutte ugye nem nő, ezért is van az, hogy Ursula von der Leyen továbbra is esélyes, aztán majd meglátjuk. Bár volt nálam, hogy Thierry Baudet, ő egy ilyen kisebb holland pártnak a vezetője, és ő mondta, hogy Hollandiában arról megy a vita, hogy vajon Mark Rutte szexelte valaha életében, és erről még a parlamentben is megkérdezték, de ebben most nem szeretnék belemenni részletesebb.
Hát igen, ilyen sajnos, hogy már az emberek magánélete is úgy tűnik, hogy a jelöltségnek az egyik fontos része most, és itt nem arra kell gondolni, hogy zsarolható el, hanem ugye, hogy beleillik-e azokba a mintákba, amelyeket a globalista elitek diktálnak. Hát visszatérve Ukrajna kérdésére, tehát a németeknek azt a képet kell mutatni, mint a migrációnál, vagy más kérdésekben, a klímaátállásnál, hogy nem csak a németek vállalnak áldozatot, hanem úgymond mindenki. És a németeknek azért is kell szétkennie, vagy terítenie a felelősség, mert ugye Németország hordozza az euró a közös valuta költségének 26%-át. Ha német költségvetés megborul, akkor ugye egyrészt Németország nem lesz a hitelképesség tekintetében olyan, mint most. Kettő, hogy az euró is megcsúszik. Tehát a németeknek arra is figyelni kell, hogy az euró mögötti gazdasági erő az megmaradjon. Tehát ezért fontos a bonitásuk, a költségvetési fegyelem. Plusz ugye a német pénzügyek szempontjából. Tehát ez az alap. És hát nyilván ugye a Hamilton pillanatot nem lehet elégszer idézni, amit maga Scholz kancellár is még pénzügyminiszter korában mondott. Ez azt jelenti, hogy minél több közös hitel van, ezért akarják fölvenni február 1-én az új uniós hitelt, hogy minél több közös uniós hitel van, ugye annál több közös bevételre van szükség, ezeket már nem a tagállamok ajánlják meg, hanem ugye közvetlenül vetnék ki, ilyen lenne a CO2 illeték, a klímakvóta, ilyen lehet a tranzakciós illeték, vagy a digitális platformokon bonyolított vásárlások után egy százalék, amit beszednének központi uniós adóként, és akkor ez már egy automatizmus lenne. Csak a klímakvótából 700 milliárd eurót várnak 2030-ig, azért ebből már lehet tervezni. És ugye hát itt vannak a további javaslatok. A korábban említett ész miniszterelnök asszony vetette fel, hogy minden uniós tagország a költségvetéséből 0,25%-ot föl kéne ajánljon Ukrajnának, akkor nem lenne baj. És hát látjuk, hogy ugyanez az ész miniszterelnök asszony itt a NATO főtitkári ambíciói részeként felvetette, hogy a COVID alap mintájára az uniónak szintén több 100 milliárd euró értékben kéne fegyverkezési hitelt felvennie, amiből az európai fegyvergyártást tudnák felfuttatni. Tehát ötletből van bőven, és hát látjuk, minél több uniós hitel van, ugye, de az olaszok mondják, hogy kéne a migrációra közös hitelt fölvenni, a franciák mondják, hogy a digitalizációra is kéne közös hitelt fölvenni, ugye a németek mondják, hogy a klímaátállásra kéne uniós hitelt fölvenni, és minél több a közös hitel, annál több a közös bevétel iránti igény jelenik meg. Tehát így lehet értelmezni, hogy Trump elnökségére felkészülnek, növelni akarják az uniós hitelek arányát, amivel a föderalizáció, az Európai Egyesült Államok építését tudják gyorsítani, és hát azért fontos Mário Draghi, mert azt a felhalmozott óriási államadósságot, ami részint a déli tagországokban, részint a központi banknál van, hogy ezt ütemezetten inflálják el. Tehát Draghi arra lenne garancia, hogy az előttünk álló időszakban egyrészt az adósságot kezelhető módon inflálják el. Ugye ez nem mindegy, hogy egyszerre dőle be, mint a 20-as években, vagy 23-ban Németországban, ilyet nem akarnak, hogy ez németek, hollandok, osztrákok, finnek ugye magukhoz nyúlnának, hogyha a pénzük nem érne annyit, mint amennyit ők volnak, de ha fokozatosan inflálják el az értékét, akkor az észre se veszik, meg azt inkább elfogadják. A másik szempont, hogy a nagy átállás, a digitális dollárra való átállás, hogy a petrodollárból kijönnek, és a digitális információra épülő új dollárt vezetnek be. Ez az, ami miatt szerintem az USA megnyerte a 21. századot, mert ha Kínát kiteszik a digitális technológiából, a TikTok betiltása Montana államban egy próbaper során küszöbön áll, ha sikerül ez a próbaper, akkor onnantól kezdve egy-két éven belül az egész nyugatról kiszorítják a TikTokot, és utána már csak egy lépés, hogy a Huawei-t is kiszorítsák, illetve a többi kínai digitális céget, ugye a chipgyártást át akarják hozni Taiwanról Phoenix Arizonában, már a legmodernebb chippeket, és onnantól kezdve ugye a kínai konkurencia ki van zárva nyugatról, az USA gyártja a legmodernebb chippeket, főként a mesterséges intelligencia szempontjából fontos chippeket. Németország is kap chipgyárakat, ugye Magdeburgban és Dresdában építenek, igaz, nem a legmodernebb technológiát, hanem inkább csak az ilyen ipari chippeket, ami a németek jó lesz, nehogy a mesterséges intelligencia terén fölzárkózzanak az USA-hoz. Hát ilyen szempontból az amerikaiak most azt az egy-két lépésnyi előnyt, amit most birtokolnak még Kínával szemben, azt meg akarják tartani, és a decoupling-gal, a Kínáról való leválással pedig föl akarják tartani, ki akarják építeni, és hát nyilván a világ többi részének meg döntenie kell, hogy Kínát választja-e, vagy a nyugatot, és hát itt nem mindegy, hogy a nyugat, az USA és az Európai Unió együtt 40 milliárd
már 40 ezer milliárd euró GDP-t termel egy év alatt, Kína meg 16 ezer milliárdot, tehát nagyjából, hogyha, és ezért fontos a német elitnek Amerikához kötése, mert csak a németeken keresztül tudják ezt a 40 ezer milliárdos GDP-t az Atlanti-óceán két partján, kiegészülve nyilván Japánnal, Dél-Koreával, Ausztráliával, Kanadával, a nyugati szövetségesekkel fenntartani, és akkor nyilván a világ többi részének döntenie kell, pláne ha a fosszilis energiát kiszorítják, ugye 35-től 40-től betiltják nyugaton, onnantól kezdve az olajsejkekre is egy más világ köszönt, tehát nagyon sok olyan folyamat zajlik, itt így értjük meg a jemeni háborút, a huszhusziknak, vagy a hutiknak a támadásait, hiszen itt az sem mindegy, hogy majd 5 év múlva, 10 év múlva, 15 év múlva szükség lesz-e olajra, ami nagyjából ugye a világ energia szükségének 40%-a itt így Jemen északi és déli partja körül mozog, és hogyha mondjuk ez valamilyen módon ugye fölöslegessé válik, nem csak a háború miatt, vagy a kalóztámadások miatt, hanem azért, mert Európát átállítják elektromos vagy hidrogén alapú energiára, amit a németek szeretnének, a hidrogén alaput, akkor ugye az egész energialánc átalakul. Tehát ezek azok a nagy kérdések, amelyek minden évszázadban egyébként előfordulnak, és hát a német elit, amivel kezdtük a beszélgetést, ezekben a nagy kérdésekben, a digitalizációnál, energetikánál, fegyverkezésnél az amerikai elitre tette a zsetonját, arra a tétet oda tette, és hát minél inkább haladunk bele ezekbe a konfliktusokba, annál nehezebb lesz ezen változtatni, akármit is gondolnak erről a németek. Hát minden esetre ebben az évben sem fogunk úgy tűnik unatkozni. Kiszeri Zoltán, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm a hívást!